És úgy szakadék zakatol az élet, ebbe a testbe születtem, régen a szerelem szép, és néha kegyetlen, oda dobom magamat az ellenségnek, a szavakon túl, a tetteken innen fények kigyúl, egy kúszó reménynek szürke a múlt, felejteni kéne, nincs lehetetlen, küzdeni kéne. Esik eső, fúj a szél, az én szívem senki, mert azt a szép lányt megszerettem, aki többé rám se néz. Ezért én most elmegyek, hogy újra kezdjem nélküled, hogy megtaláljam önmagamban, ki nagyon régen elveszett. Tükröm, mondd meg nékem, ki az, akitől már nem kell félnem. Keresem a földön, keresem az égen, akkor is, amikor nem vagyok ébren. Szavakon túl a tetteket élem, rongyos a múlt, akarnak a pétkek, újra meg újra megint elestem. A régi hibáim vesznek a vesztem. Esik eső, fúj a szél, az én szívem senki, mert azt a szép lányt megszerettem, aki többé rám se néz. Ezért én most elmegyek, hogy újra kezdjem nélküle, hogy megtaláljam önmagamban, ki nagyon régen elveszett. Vendégünk, tehát Hajdú Erik, szia! Sziasztok, hello. Szép estét! Mi és költői szöveggel készült el ez a dalod? Mesélj magára a dalszövegről, mi ihlette? Hát a jelenlegi időjárási viszonyokkal ellentétben nem az esőről szól. Ez egy szerelmi dal, a változatosság kedvéért, inkább ilyen epekedő szerelmi dal. A short story az az, hogy volt egy lány az életemben, akiben akkor lettem szerelmes, amikor már ugye szétmentünk, és ez így egy kicsit így kiírtam magamból a magam módján. Én terápiás módon? Ja, igen, terápiás módon. Egyébként is szolgálnak mondjuk terápia jelleggel a dalok, amiket te írsz, vagy a dalszerzés folyamata? Számomra mindenképp, és ez nagyon érdekes, mert a dalszerzés is úgy áll össze, hogy én nem leülök és írok egy dalt, hanem vagy összejön, vagy nem, és hogyha érdemes vele foglalkozni, akkor foglalkozok, és már az is egy folyamat, és azért tényleg melengeti a szívemet, és az nagyon fontos számomra. Akkor nem igazán kötöd magad időpontokhoz, hogy mikorra kell elkészülni, hanem amikor megszületik? Igen, és egyébként ez nagyon érdekes, mert pont ezt szeretem, hogyha csak egyedül dolgozok, hogy tényleg én nem kell alkalmazkodnom ahhoz, hogy akkor most tényleg idő, és akkor most megjelenés két hét múlva, vagy egy hónap múlva, vagy valamilyen nem. Van olyan dal is most jelenleg a tarsolyomban, ami hamarosan meg fog jelenni, de már elég régóta, már több mint egy éve dolgozom rajta, úgymond, és akkor hozzányúlok, kiveszek belőle, hozzáteszek, áthangszerelem, hogy írok belőle egy másik dalt. És most ezen a dalon kivel dolgoztál? Mert egyébként, hogyha az ember figyelmes, és nézte ugye ezt a lyric videót, ezt a klipet, akkor föltűnik benne valaki más is rajtad kívül. Ő a tesóm, a Zoli egyébként a Chambers Pop zenekarnak a gitárosa, és vele dolgoztam. Igazából kikértem a véleményét, hogy gitározzam már alá valamit, és elég jó ötlete volt. Aztán így elkezdtünk közösen egy kicsit bele. Hát akkor már végül is kész volt a dal, de így hozzárakott elég sokat. Na és mik a tapasztalatok? Hogy jobb? Vagy miben más? Bandában zenélni, vagy egyedül? Szerintem mind a kettőnek megvan a szépsége. Bandában nagyon szeretek zenélni azért, mert ott tényleg az van, hogy egy ilyen egységes erő, egy ilyen közös produktum, és abból próbálunk valami közös dolgot csinálni, ami ha minden jól megy, akkor jó. Nem mindig, de igyekszünk. Egyedül azért sokkal kötetlenebb, nem kell alkalmazkodni csak magamhoz. Viszont azt vettem észre, hogy sokkal maximalistább vagyok, sokkal nagyobbak az elvárásai magammal szembe például, mint a bandával szembe. Úgyhogy nem tudom, ez nem mindig jó mondjuk a munkametódra, mert például ezért van az, hogy sokáig dolgozok egy dalon, hogyha egyedül, még akkor is, hogyha alig van meghangszerelve, mert akkor így ügyködök, akkor nem tetszik, holnap megint megtetszik, egy hónap múlva utálom. Úgyhogy ez előfordul.
előfordul. De mondjuk a témákat tekintve a szóló projektednél azért tudsz egy kicsit személyesebb témákat választani? Abszolút, és ez is fontos, mert például a zenekarral azért próbálunk tényleg olyat, ami mondjuk egy ilyen mostani, egy ilyen globális dolog, vagy bármi, ami tényleg mindenkinek szól. Azért ilyen szempontból a szólónál szerintem egy kicsit így önzőbb vagyok, mert első körben magamnak írom. Ahogy korábban mondtátok, ilyen terápiás jelleggel akár, hogy tényleg magamnak írok, és nem az a legfontosabb, hogy ott még rajtam kívül annak a négy embernek mondjuk tetszem, vagy elnyeri a tetszését, aki a zenekarban van, de hát alkalmazkodom magamhoz. Az Esik eső című dalodhoz videóklip is készült, ahogy azt Marci már mondta az előbb, ez egy szövegvideó, de mégis különleges a formátuma, mert ez vertikális klip, igen, vagy videó. Ez mit jelent, és miért igen, lett ilyen? Hát ez azért lett ilyen, és már nagyon olcsó volt megcsinálni. Nem, de a viccen kívül, mert ez egy ilyen standard forma a telefonokról, okos telefonokról, hogyha valaki így előveszi, vagy social media, vagy TikTok, ki lehet mondani, kimondtam, és akkor azt vettem észre, hogy most már így a fiatalok meg az emberek nagy többsége mondjuk előkapja a villamoson, vagy valami videót néz, zenét hallgat, és akkor ott van mondjuk egy ilyen brutál méretű szöveg, és azt látja, és ez egy ilyen alapértelmezett dolog, és nem az, hogy ott hazamegyek, és bekapcsolom a számítógépet, és akkor megnézem. Úgyhogy ezért. Na jó, hát itt tehát mindenféle felületen meg lehet hallgatni, ja, ezt a számod, de élőben mikor lehet, van-e rá kilátás, hogy előadod majd valamikor ezt a számot is? Igen. Készülök a szóló projektem, tehát rendes zenekarral egyébként, csak a szóló dalaimat fogom előadni, vagy szeretném előadni. Jövőre készülök kiadni az első lemezemet, és na tessék, hát most akkor hajtom magamat, mert akkor mégis van kitűzve időpont, hogy mikorra szeretnék a megjelenést. Igen, egy jövőre mindenképp szeretnék koncertezni, legalább így elmenni az elején ilyen klubokba. Aztán ahogy adódik, igyekszem, úgy néz ki, hogy más zenekar előtt fogok majd játszani szólóba, de nagyon várom. A Change is pop előtt. Hát az nagyon gáz lenne. Könnyűk kivitelezni. Hát tényleg, ahogy a Kösze is mondja, a határidő a legjobb múzsa. Pontosan. És köszönjük szépen, Erik, hogy eljött. Én is köszönöm, sziasztok.